2012-ben Karcag polgármestere indította el a megmérettetést, amely során díjazzák a legszebb konyhakerteket. A verseny azóta országos méretet öltött, az elmúlt években több száz település, több ezer kerttel csatlakozott. A versenynek tulajdonképpen a célja az, hogy a konyhakert művelőknek az elismerése, a megbecsülése, és azt a sok év hosszú tapasztalata, amit egy konyhakert művelése során szerez az ember, azt át tudja adni, és igazából véleményem szerint ez lenne a legfontosabb, hogy a szülők, a nagyszülők át tudnák adni a gyerekeknek, az unokáknak, tehát legyen kinek átadni ezt a tudást. A Paksi Kertbarátok Egyesülete szeretné ösztönözni a családokat, hogy termeljenek zöldségeket és gyümölcsöket a kertjeikben. Az Egyesület idén találta meg azt a partnert, a Spájc szervező csapatát, akikkel összefogva meghirdették a versenyt. A kertek mellett még természetesen a zárt kerti ingatlanoknál a gyümölcsösökkel, vagy a vegyes művelésű kertekkel is lehet nevezni, és ezen kívül az önkormányzati, az iskolák és az óvodák is, amennyiben ilyen jellegű kerttel foglalkoznak, ők is nevezhetnek. A konyhakertekben a zöldséges, gyümölcsös kerteknek a szép rendezett ápolását, az újrafelhasználását, az elhullott ágaknak, növényi maradékoknak fogjuk megnézni, illetve gazdálkodási napló, vagy permetezési napló, inkább permetezési naplót mondanék, annak a nem teljesen szakszerű, de konyhai vezetésére minél környezetbarátabb módon kell ezeket a kerteket művelni. A zsűri tavasz és nyár folyamán két alkalommal járja be a kerteket. A verseny Paksi fordulóját a Spájzon hirdették meg nyilvánosan, ahol a jelentkezésre is lehetőség nyílott. A kampány során további három helyen, a Paksi polgármesteri hivatalban, a falugazdász irodában, valamint az új helyére költöző Paksi turisztikai információs irodában lehet átvenni a nevezési és tájékoztató lapokat. A híradót Weller P. Hanna tudósította.